A fennállásának 26. évfordulóját is lassan maga mögött hagyó II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola az elmúlt negyed évszázad során megannyi nehézséggel nézett szembe, azonban a biztos kezek által irányított intézménynek mindig sikerült elérni a kitűzött célokat, azt, hogy a diákok számára magas szintű oktatást, európai körülményeket és családias légkört teremtsenek. A diákoknak így nem kellett választani a megfelelő felsőoktatás és szülőföldjük között, hiszen minden adott egy helyen. Azért választottam a főiskolát, mert szerettem volna szülőföldömön tanulni magyarul, nem elmenni Magyarországra, és minden adott volt, hogy itt tanulhassak, jó az infrastruktúrális elhelyezkedés, a felszereltség az iskolának a könyvtár szempontjából, a tanárok is szerintem fontos tudást adnak át nekünk, amit mindennapi életben is tudunk használni, emellett majd ha lediplomázunk, akkor fogunk tudni majd a nagybetűs életbe kilépve is alkalmazni. A nyár folyamán tisztázni kellett a főiskola vezetőjének, hogy vajon hány olyan diák hagyta el az országot, akik már felsőbb tagozatos hallgatók. Amikor elindítottuk az új tanévet, akkor bíztunk ugyanabban, hogy lesz sok jelentkező. Az első dolog, amire koncentráltunk azonban az volt, hogy azok a hallgatók, akik már benne voltak a rendszerben, tehát már felsőbb évesek, azok szeptemberben beülnek az iskolapadba. Itthon vannak-e, hol vannak? Nos, nyugodtan kijelenthetem, hogy azoknak a hallgatóknak a túlnyomó többsége, akik tavaly vagy a korábbi években felvételt nyertek az intézménybe, azok hazatértek, vagy el sem mentek, és itthon elkezdték szeptember 1-én a tanévet. Tehát ez számunkra már egy nagy nyereség volt. Úgy gondoljuk, hogy ez jelzi azt, hogy a kárpátaljai magyarság él és élni akar, és bízik abban, hogy előbb-utóbb béke lesz, és folytathatjuk a normális életünket. A főiskola életének talán legmagasabb túljelentkezési rátája figyelhető meg a 2022-2023-as tanévben, hiszen 1500 hallgató jelentkezett alap- vagy mesterképzésre. Ez bizonyítja azt is, hogy a fiatalok számára fontos a helyi oktatás, az, hogy itthon szeretnének tanulni. Azt kell mondanom, hogy némiképp várakozásainkon túl is szinte minden szakunkra megtöbbszöröződött a jelentkezők száma. Ugye alapképzésre és mesterképzésre is hirdettünk felvételt ebben az évben is, mint korábban, és alapképzésre 1086 felvételi kérelem érkezett, és 478 hallgatót vettünk fel. A mesterképzésekre 376 jelentkezés érkezett, és 117 hallgató nyert felvételt, iratkozott be és kezdte el a képzést a napokban a főiskolán. Összesen tehát, hogyha az alap- és mesterképzést nézzük, akkor csak nem 1500-an jelentkeztek a főiskolára, és egy-néhány hiány 600 fiatal kezdi meg az alap- vagy a mesterképzésben első évfolyamon a tanulást. A többszörös túljelentkezést természetesen az országban zajló háború is motiválja, de a legfőbb ok az, hogy idén 3 új alap és 3 új mesterképzés is elérhetővé vált a fiatalok számára. Ebben az évben jóval több szakra hirdettünk felvételt, mint az elmúlt tanévben. 3 új alapképzési és 3 új mesterképzési szakra hirdettünk felvételt ebben az évben. Ezeket az elmúlt tanévben sikerült Kijevben jóváhagyatni, megszerezni a szakindításhoz az engedélyt, és ez is vonzotta a fiatalokat. Látszott az, hogy az új szakok is olyanok, amelyek megmozgatták a tanulni vágyók fantáziáját. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolának 3 új alapképzése van. A német nyelv és irodalom szakos tanári képzés, a pénzügyek, bank és biztosítás, valamint az informatika szak. Ezeken felül pedig a földrajztanári, számvitel és adóügy, illetve az oktatási intézmény vezetői mesterképzés is elérhetővé vált.